Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Országos Széchenyi Könyvtár csevejét rögzítjük éppen. 26. alkalommal ülünk itt Solymosi Ákos rezidenciáján a Színház Történet és Zeneműtár stúdiójában. Múltkori adásban már Attila kollégám a kódexekkel és kódextöredékekkel, Lauf Judittal és Zsupán Edinával megalapozta a mi beszélgetésünket, és három vendégem van, Hende Fanni, Orsós Julianna és Tomkó Zoltán, akik a Fragmenta et Codices kutatócsoportnak a tagjai. Ők tudományos kutatók, és van itt a Széchenyi Könyvtárban egy középkori dokumentumokkal foglalkozó csoport. Azt szeretném, hogy azzal kezdjünk, hogy hogyan kerültetek egyáltalán ebbe a kutatócsoportba, mikor találtátok ki azt, hogy ez a vonal, ami nektek bejön. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem történelem latin szakon, és ott volt középkori specializáció. Azt elvégeztem, és annak a végén lehetett szakdolgozati témát választani, és nekem a Rácz György tanár úr ajánlott, hogy a levéltárban van középkori kódex töredék gyűjtemény, és hogy azt szakdolgozatként feldolgozhatom. Így kerültem ennek a forráscsoportnak a közelébe. És akkor sikerült ez a szakdolgozat, és akkor utána egyenes utad volt. És itt már szabad kezet kap ilyenkor egy tudományos kutató ebben a csoportban, hogy merre induljon tovább, mit nézzen, milyen kódexeket, töredékeket? Mikor ide kerültem a csoportba, akkor a feladatként a céljelzetű töredékeknek a feldolgozásába kezdtem részt venni, illetve az adatbázisnak az akkor kialakításában is kaptam feladatot, mint feltöltő. És utána saját kutatási témát is választhattam, ami az országos levéltárnak a kódex töredékei maradtak. Orsós Juliannától korábbról kezdeném, mert én például úgy tanultam franciát a főiskolán, hogy előző nap volt egy kis zűrös esténk, és már csak francia nyelvet lehetett választani. Neked hogy indult az egyetemi tanulmány? Hogy kezdted el? Mikor döntötted el? Hát nekem is voltak zűrös esteim, de erről talán kevesebbet mondanék most. Én Pécsre jártam, és német történelem szakra, tehát azt végeztem, és utána a doktorit is ott csináltam Pécset, de nekem kacskaringosabb volt az utam a csoportba. Én történész vagyok, tehát latin szakon vagy ógörög szakon nem végeztem, mint az itt ülő kollégák, hanem a német miatt, tehát hogy kellett egy németes a csoportba, és évekig az országos levéltárban dolgoztam, segédlevéltáros, és amikor megtudtam Fannitól egyébként, hogy keresnek ide németest, aki tud középfelnémetet, régi német szöveget olvasni, akkor megpróbáltam, és jelentkeztem, és akkor a Sarbak Gábor fölvett. Tehát, hogy nem ez volt az eredeti elképzelésem, hogy kódexekkel, meg kódex töredékekkel foglalkozom, inkább okleveleket vizsgáltam eddig, szóval erre a konferenciára is, amiről majd beszélni fogunk, inkább ezeket az eredményeket vittem. Köszönöm, hogy így előre elmondtad a témát. Spoiler! Sarbak Gábor szintén emlékszük meg, hiszen ő a kutatócsoport vezetője, ő is régi vágyunk, hogy egyszer majd leüljön a stúdióba és vele is átbeszéljük a dolgokat. Tomkó Zoltán pedig írtó hosszú bemutatási listát kaptam. A Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája Neolatin Irodalom Alprogramjának doktorandusza, STE Kulturális Örökség és Digitális Társadalom Kutatócsoport, illetve az OSK STE Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoport tagja. Hol van itt az OSK-t keresem? Ez hogyan történik a te kutatócsoporti tagságod? Hiszen nem OSK-s vagy, úgymond. Nem, ez így rosszabbul hangzik, mint amilyen valójában. Szerződés és munkatársként dolgozom a Fragmenta et Codices kutatócsoportnál, és hát az én utam sem egyenesen ide vezetett, ahogyan a szülő is elmondta a saját maga esetében, hanem igazából a kutatócsoportnak, ahogy korábban egy németesre volt szüksége, volt egy olyan törekvése, hogy utánpótlás képzést, utánpótlás nevelést végezzenek, és egy olyan embert akartak, aki latinos elsősorban, és ahogy Juli Fannitól hallott a csoportról, is így jelentkezett egy meglévő pozícióra, én Julitól hallottam. Utána néztem, hogy milyen munkákat végez a kutatócsoport, ez az én elképzeléseimhez mennyiben passzol, és hogy én hozzá tudnék-e valamivel járulni ennek a kutatócsoportnak a működéséhez, és utána jelentkeztem.
és azóta együtt dolgozom velük. És utána Szegeden van a székhelyed. Szegeden van, igen. És akkor az azt jelenti, hogy így megkönnyíti a tudományos munkádat, hogy a kutatócsoport tagja vagy. Ez valóban így van. Tudtok így egyáltalán egymásról, hogy ki hogy áll a kutatás területén, ki mit csinál? Vannak ilyen heti értekezletek, amikor beszámoltok a munkákról? Vannak rendszeres találkozások, amikor be kell számolni, sőt előre is kell jelezni, hogy mit tervezünk az adott évre, aztán persze leszűkítve negyedévre. Tehát úgy folyamatosan tájékoztatjuk egymást, illetve hát vannak közös feladatok, például a Kalocsai Főszékes Egyházi Könyvtárnak készül a kódex katalógusa, és abban mind a hárman részt veszünk, sőt, hát több tagja még a kutatócsoportnak, úgyhogy hát kénytelenek vagyunk egymással beszélgetni. Tehát ez mondjuk egy konkrét közös feladat, de természetesen máskor is, hogyha olyan felmerül, amivel tudjuk, hogy a másik ember már foglalkozott, akkor oda megyünk és megkérdezzük. Tehát nekem például Fannival volt ilyen, hogy belefutottam valami, és tudtam, hogy írt róla korábban, akkor nyilván az ember oda megy. De hogy vannak ilyen rendszeres értekezletek, igen. 50 éves ez a kutatócsoport, és múltkor egy kis videót csináltunk a csoportról, megszólaltatok benne, majd be is érjük ezt a leírásba, és meg lehet hallani, és ennek mentén nézzük ezt meg itt nekem azt hiszem, hogy a Sarbak Gábor mondta ebbe a videóba, hogy magyar írásbeliség fehér foltjai, ez mit akar ez a fogalom? A középkori magyar királyság területéről kis számban maradtak meg kódexek. Egy-egy töredék, ahogy már az előző podcastban is elhangzott, tanúja egy egész kódexnek. Úgyhogy a csoport egyik feladata ez, hogy a kódex töredékek feldolgozásával ezt a hiányt pótolja, vagy rávilágítson arra, hogy milyen kódexek lehettek itt a középkori magyar királyság területén. A katalógusokban publikált több mint 1000 töredék közül közel a fele az magyarországi vonatkozású. Na, nagy szám. Igen. És a másik fele? A másik fele az vagy ismeretlen, vagy pedig nyugat-európai. Tehát, hogy onnan vásárolt 18. századi főpapi, főúri könyvvásárlások során érkezett a töredék, mint könyvkötés. Ez mit jelent, hogyha egy időbe belőni, meddig lehet ezzel foglalkozni, meddig kerülhetnek elő, meddig vannak feltáratlan területek? Ez nagyon nehéz megmondani, mert mindig bukannak elő újak, és a csoportunk egyébként várja is a bejelentéseket, és kapunk is Magyarország és határon túli intézményektől is kódex töredékekről bejelentést. Tehát úgy kerül elő, ahogyan egy adott állományt földolgoz egy gyűjtemény, úgy jönnek elő ezek a töredékek, és akkor tudunk róluk. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy hol a vége, mert hogy sok van. Tehát, hogy most itt az OSK-ban több mint 2000, ugye 2300 valamennyi, és ez csak az OSK. És akkor még nem beszéltünk a többi magyar intézményről. A nehézséget részben az is jelenti, hogy vannak egyrészt töredékgyűjtemények, mint hogy az OSK-ban is van. Itt ezt nyilván fel tudjuk dolgozni, végig tudunk menni rajta. Más gyűjteményekben is vannak ilyenek részben, de nem mindenhol. Nagyon sok kódex töredék feltáratlan, tehát gyakorlatilag kötésként, vagy a kötéstábla részeként maradnak fenn, és ezeket csak akkor veszi észre adott esetben egy töredékekkel foglalkozó kutató, hogyha fizikailag is a kezébe veszi az állománynak a darabjait. Ez azt jelenti, hogy minden egyes gyűjteményen végig kéne gyakorlatilag menni, minden egyes szóba jöhető kötetet végig kéne nézni, és át kéne vizsgálni, hogy van-e bármiféle töredék. Mivel a hazai gyűjteményeknek nagy a száma, ezeknek a gyűjteményeknek nagy az állomány, ez nyilván végeláthatatlan munkát jelent. De hát azért természetesen a kutatócsoport ez alatt az 50 év alatt már dolgozott föl teljes állományokat, tehát töredékállományokat, például Vác, Győr, Sopron, Esztergom. Azért haladunk, csak nehéz egy számot mondani. Ez vannak, amik nincsenek, ahogy Zoli is mondta, lefejtve. Ezeket vagy észreveszi a könyvtáros, és akkor gyorsan fölírja. Általában ez történik azért, mert a kollégák azok nagyon lelkismeretesen jegyzik ezeket fel. Vagy nem, és akkor úgy dönt a kutatócsoport vezetője, hogy X intézményállománya következik, és akkor nekünk kell oda menni, és akkor ezeket megnézni és feltárni. Azért is nehéz ez a feltárás, mert van, amikor nagyon látványos egy-egy kódex töredéknek a megjelenése, tehát van olyan, hogy egy kódex töredékbe kötnek eleve egy könyvet, akkor levesszük a polcról, és látjuk, hogy gyakorlatilag egy középkori kódexnek a maradványaiban van benne az a
nyomtatvány, ami egyébként egy adott kutatót érdekelhet. De az is előfordul, hogy csak akkor találunk meg töredékeket, amikor már elkezd a kötése a könyvnek széthullani, és akkor a kötéstábla mögül a kötésnek a maradványaiból jönnek elő ezek a darabok. Van a hírnek ez a definíció, hogy hol, mikor, kivel, mi történt, így lehet kicsit lebontani, vagy egyszerűsíteni a ti munkátokat, hogy mi azok az alapdolgok, amikor datálni kell, hogy mikor keletkezett, kik írták, kik másolták, mi történt ebben, hova tartozik, lehet egy ilyen kis összefoglalót mondani, hogy mi a munka lényege, az alapja. Hát itt nagyon sok társtudomány, vagy hogy mondjam, ilyen sok módszertani dolog egyesül, tehát amit az előbb mondtál, például ez a datálás, paleográfia kell hozzá, tehát írástörténeti ismeretek, a vízjeleket meg kell nézni, hogy a papírkódexről van szó, hogy az adott papírmalomból működött, erre már van magyar adatbázis is, de a külföldi adatbázisok is nagyon fontosak és hasznosak, meg kell vizsgálni a tintát, ezekről a Fanni talán többet tud mondani, én még személy szerint 2 éve kezdtem ezt, és az még nagyon-nagyon kevés időnek számít. Hát fontos a tartalomnak az azonosítása egy töredéken, az őrzőkönyv az nagyon sokat elárulhat, hogy hol vált kötőanyaggá egy töredék. Ha mondjuk nem maga töredék, az nem könyvkötés volt, hanem a könyvkötésen belüli makulatúra, akkor maga a könyvkötésnek az azonosítása is hozzájárul a proveniencia meghatározásához. Meg a díszítés is egyébként. Tehát, hogy van, amikor az segít, nem? Hogy az illusztrációk egy csoportba tartozóak, és minden mellett, amit felsoroltunk, ez is egy mankó lehet. És a notáció. Ja, igen. Még ilyen zenei, szavakat zenei. Mondjatok. Mindenki értse. És akkor rá is megyünk a Lízi konferenciára. Itt ez a középkorász szó, az nem kicsit degradáló, vagy ez ilyen normális, hogy középkorászok vagytok? Hát az előbb mondtad, hogy nagyon mondjuk sok medievistáknak is lehet minket nevezni, a sokkal, hogy mondjam, glamour benne van. Tehát, hogy érzi az ember, hogy nagyon fontos. Tehát medievistáknak, a középkorászoknak a konferenciája. Egyébként meg én nem érzem degradálónak, mert a középkor kutató az meg nagyon hosszú. Tehát itt sok mindenre kellett figyelni, amikor ezt a hírt. Meg másrészt nagyon nagy presztízse van mostanságban a szakmunkásoknak, úgyhogy a középkorász az akár így is. Szóval július 1-e és 4-e között volt Leedsben ez a konferencia, és a hívószava a válság volt itt, amit adhatott nekem kicsit mankót, ez, nem tudom, itt a világválságról beszélünk, vagy milyen válságot képzeljünk el, amikor itt a központi hívószó, amikor szerveződött az esemény. Hát ezekre a nemzetközi konferenciákra mindig kell egy ilyen hívószó, és állandóan ilyenek vannak, ami ilyen nagyon megragadja az embert, és valamit ki tud rátalálni. Ez most nem csak Európában volt nyilván, de hogy tengeren túli kutatók is voltak, és meg észak-európaiak, akik nyilván mást értenek válság alatt, mint mondjuk amiket mi vittünk, mind a hárman gyakorlatilag egy késő-középkori témát vittünk, és a török betörés kapcsán jöttek elő a témáink. Nyilván más és más aspektusból lehet megközelíteni a válságot, de igen, globális, és nagyon, és Pest is, és minden volt. De nincs válságban a középkorász szakma. Hát a szakma az nincs. Mármint, ahogy az előbb próbáltam rá kicsit szarkasztikusan utalni, a társadalmi megbecsültsége nincsen a helyén ezeknek a szakterületeknek. Fannival folytatjuk, hiszen ő volt az elén. Ő egy Bolyai Ösztöndíjas kutató, annak ellenére, hogy főmunkatárs is a kutatócsoportban, és a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában és a Magyar Kamara archívumában őrzött 2 újkori számoláskönyv kötéstáblájáról kerültek elő azok a töredékcsoportok, amiről adtál elő. Te módszerrel már előbb is beszéltünk, de itt konkrétan ennek a töredéknek milyen módszereket alkalmaztál, hogy azonosítsd és az eredetüket meghatározd? Ugye ezeket a töredékeket a Bolyai Ösztöndíj keretében tártam föl, aminek az egyik célja az, hogy a levéltári anyagokon lévő kódex töredékek azok nagy valószínűséggel, illetve úgy tartjuk, hogy nagy valószínűséggel helyben készült vagy használt kódexekből lettek kivágva és felhasználva a borítójuknak. És ez a 2 számadás könyvön lévő
kódex töredékekről is, ugye akkor azt gondoltam, hogy magyar eredetű, de kiderült, hogy nem, hanem a bécsi Domonkos könyvtárnak volt az állományában, és onnan kikerülve lett felhasználva könyvkötésként. Ez pedig abból derült ki, hogy a töredéken megőrződött a tulajdonosi bejegyzés, hogy ráírták a töredékre, hogy ez a bécsi Domonkosok könyvtárának a könyve. Egy másik töredékre pedig a készítésének az évszámát is följegyezték, úgyhogy így tudni lehet, hogy maga az egykori kódex 1421-ben készült, és itt fölmerül a kérdés, hogy akkor egy a Magyar Kamarának a számadás könyveinek a kötésébe hogy került bele egy bécsi anyag. A kötésétben Rozsondai Marian segített a meghatározásában. Kiderült, hogy az egy 16. századi német reneszánsz kötés, amit olyan eszközökkel díszítettek, amiket a 15. században Augsburgban használtak. Augsburgban szokás volt, hogy a már nem használt könyvkötő eszközöket a Duna mentén eladták, tehát akár Bécsben, akár Pozsonyban is megvásárolhatták és használhatták az eszközöket, tehát itt mondjuk a kötés sem nyújtott egyértelmű segítséget. A kötésből előkerült még egy nyomtatvány, egy magyar nyelvű, de Bécsben készült nyomtatvány, tehát ez sem oldotta meg igazából úgy a kérdést, hogy akkor Bécs vagy Pozsony a felhasználási hely. Pozsonyban működött a Magyar Kamara, tehát az amiatt feltételezhető, hogy Pozsonyban kötötték, ugyanakkor fontos az, hogyha egy magyar őrzőkönyvön lévő töredékről nem lehet ennyire egyértelműen feltételezni, hogy magyar eredetű kódexről van szó. Ugye volt kapcsolat azért a Bécs és a magyar domonkosok között, tehát elképzelhető, hogy magát a kódexet a magyar királyság területére hozták, és itt használták, és itt vált kötőanyaggá. Ez a korai magyar történelem és a irodalom szempontjából mennyire jelentős ez a dokumentum? Töredék. Hát ilyen mű nem nagyon maradt fönt, tehát ez jelentőségét adja. Ugyanakkor fontos a bécsi kollégáknak, hogy egy példánynak a töredéke az megmaradt. Nekik van könyvjegyzékük a 16. század elejéről, tehát a könyvjegyzékben van 3 példány ebből, de nem tudjuk megmondani, hogy melyik volt. Igen, ebben a kutatócsoportos videóban ez a hasznosság is fontos témakör volt, így hozzájárul a... És a bécsiek ilyenkor megköszönik ezt a munkádat? Vagy ez hogy zajlik így a kutatók a kutatókkal, hogyan zárnak le egy ilyen projektet, úgymond? Hát ez az én saram, hogy nem köszönték még meg, mert hogy én még nem írtam meg neki. Na, hát akkor lehet, hogy lefordítjuk a Csevelyt, és akkor megtudják végre. Igen, de ez a következő lépés, hogy a bécsi Domonkos könyvtárat feltáró medievistának írok. Ott maga hogy néz ki egy ilyen előadás ott? Akik hallgatják, ők végén tehetnek föl kérdéseket, volt-e bármiféle reflexiójuk a végén, amiből esetleg még hozzá tudtál tenni, vagy el tudtál venni az egészből? Érdeklődő kérdések merültek föl. Nyilván mindenből tanul az ember, és minden hozzátesz a kutatáshoz, de ez esetben inkább a töredékeknek a kötésen belüli elhelyezkedéséről kérdeztek. És hogyha majd megtudják a kollégák ezt az egészet, akkor lehet valami folytatása is, hogy még valamit ajánlanak, amire kérik, hogy Fanni, légy szíves, ezt is nézd meg, vagy ezzel is foglalkoz egy kicsit, lehet ilyen kivetülése? Lehet. A kutatócsoportnak virágzó együttműködése van a közgyűjteményekkel, tehát szoktak megkeresések érkezni, hogy találtak egy töredéket, nézzük meg. Személy szerint másfél éve, 2 éve körülbelül a levéltárból az ottani könyvtárvezető jelezte, hogy talált pergamen kódex töredék csíkokat, és kérte, hogy azonosítsam a töredékeket, majd annak az eredménye a levéltárnak a honlapján egy ilyen kis ismertető formájában. És várható majd valami hatalmas tudományos folyóiratban is ennek a megjelenése? Ilyenkor létezik ilyesmi?
Igen, van a svájci fragmentárium töredék feldolgozó csoportnak egy adatbázisa és egy online folyóirata, ahonnan világszerte várnak töredékekkel kapcsolatos tanulmányokat, és hát oda gondoltam beküldeni a... Zoli, esetleg a te munkádat befolyásolja ez, hogy meg tudod a Fanni eredményét mondjuk, hogy abból tanulsz-e valamit, tudsz-e valamit alkalmazni? Változó igazából. Itt Fanni kutatási eredménye szerintem nem feltétlenül az egyes, tehát nyilván az egyes töredékeknek az azonosítása is fontos, meg az biztos, hogy a bécsi kollégák ennek nagyon fognak örülni. De itt ennek az újdonsága talán az az, hogy Fanni ezzel gyakorlatilag azt tudta bizonyítani, hogy az a gyakran elterjedt elképzelés, hogy bizonyos magyarországi anyagoknak a töredékei, vagy magyarországi anyagokról lekerült töredékek nem feltétlenül Magyarországról származnak. Tehát ebben az esetben például, amit ott az anyagok között megtalált, ezek bécsi provenienciájú anyagok, nem magyarországi kódexről van szó. És ez azért nagyon fontos, mert nagyon nehéz sok esetben az eredetét egy kódex töredéknek meghatározni, mert nem írja oda ki magára, hogy én egy német töredék vagyok, vagy egy magyar töredék vagyok, vagy egy lengyel töredék vagyok, hanem ahogy Fanni meg Juli is elmondták, különböző olyan dolgok vannak, amik alapján vagy meg lehet határozni, vagy nem lehet meghatározni. Nagyon mérvadó kérdés, hogy az az anyag, amiről mi lefejtjük a töredéket, az magyarországi anyaga, vagy nem. Mondok egy példát, ha mondjuk Debrecenben nyomtattak egy könyvet 1560-ban, és azon találok egy töredéket, akkor feltételezhetem-e, hogy nem Angliából hoztak valamit, és azt tették rá, hanem hogy az ott a debreceni valamelyik feloszlatott szerzetes kolostornak, a ferenceseknek mondjuk a könyvanyagából egy szétvágott kódex, amit arra használtak, hogy belekössék a könyvet. Alapvetően azt mondaná az ember, hogy igen, feltételezhetjük. De Fanninak a kutatása meg arra világít rá, hogy nem lehet ezt automatikusan feltételezni. Végszó is lehetne, még nem hagyjuk abba, mert Orsos Julianna a következő, aki előadott a Lidzi konferencián, de mi kicsit a Reichlinperről beszéljünk egy kicsit, nem az eszmetörténeti keretéről, ugye ez a doktori disszertációd volt, ez csak azért gratulálok, hogy ez most volt tavasszal, ugye ez a doktori védésed. Köszönöm. Itt egy kiszivárgott Héber írásokról van szó, és erről szólt ez a Reichlinper, ezt kérlek szépen tájékoztass minket, hogy mi volt ez. Nem a Héber írások szivárogtak ki, egy picit pontosítanék, hanem első Miksa császár kijelölt egy bizottságot, egy ilyen szakértői bizottságot, hogy vizsgálják meg a Héber nyelvű írásokat, hogy azok gyalázzák-e Krisztust, Máriát, a keresztények ellen írták-e őket, stb. Ez nem először került elő, 13. század óta folyamatosan napirenden van, hogy ezek a héber írások, a Talmud, meg a többi, a Kabbala, hogy ezek valami nagyon titkos, nagyon gonosz dolgokat tartalmaznak-e. És akkor erre jelölte ki ezt a bizottságot, ebben mindenféle szakember részt vett, voltak köztük szerzetesek, voltak köztük áttért rabbi, ő tudott héberül, meg ez a Johannes Reichlin nevű humanista tudott még héberül, a többi tag az nem. Ezt feltételezhetjük, nem is tudta megvizsgálni ezeket az iratokat, és a bizottság tagjai közül egyedül Johannes Reichlin mondta azt, vagy írta azt a szakvéleményében, hogy ezeket nem szabad bevonni és megsemmisíteni rögtön, hanem először meg kell őket vizsgálni. Na és ez a szakvélemény szivárgott ki. Először ezt a császárnak kellett volna elküldeni a megbízónak. Csak annyira agilis volt az, aki az egészet kézbe vette, egy Johannes Pfefferkorn nevű keresztény hitre tért zsidó, hogy egyszerűen, amikor meglátta, hogy ő ellentmond az eredeti koncepciónak, aminek az lett volna a lényege, hogy akkor most végre összegyűjtik ezeket és tűzre velük, akkor egyszerűen ezt megjelentette. És innentől kezdve a tudós humanista Johannes Reichlin egy védekező pozícióba került, muszáj volt reagálni a vádakra, azzal vádolták őt, hogy lefizették a zsidók, és hát elsősorban a Domonkos rendel volt neki komoly vitája, akikkel egészen addig nagyon-nagyon jó kapcsolatban volt. Tehát ez végül is egy tudományos véleményből lett egy politikai vita.
Itt a te előadásodban is volt a politika rendesen itt a domunkos rendhez, ha visszamegyünk itt, légy szíves foglald össze, hogy miből vált itt, mert itt van a nyulak szigeti apáca kolostor, akik önállóságot kaptak, a domunkos rend, a ferences rend, mi volt a előadás lényege? Nekem a fő érdeklődési területem az a jogtörténet, és azon belül is a kolduló rendeknek a története. A kolduló rendek például a domonkosok, ferencesek, és ők a 15. században eléggé elkezdenek rivalizálni. A domonkos rend egy válságba kerül, az inkvizíció már egyre többen nevetgélnek Európa szerte, nem veszik annyira talán komolyan, mint korábban egy picivel, és emiatt egyre radikálisabb dolgokat próbálnak tenni, egyre erőteljesebben akarják képviselni a saját érdekeiket, mármint a domonkosok, és fontos, hogy az övék a cenzori jog, tehát minden írást, minden olyan eretnek gyanús írást, amit az egyházannak tarthat, azt ők, az ő feladatuk, hogy elbírálják. És ők úgy is nevezik őket, ugye a másik nők a prédikátorok rendje, tehát ők nem egy tanítórend, hanem egy prédikáló rend. A ferenceseknek a fő profilja is a misszió, tehát a térítés, és elsősorban a török által, magyar vonatkozásban a török által meghódított, tehát hódoltsági területeken működnek. És az apácák azok meg úgy kerültek a szemem elé, hogy abszolút nem ilyen gender vonalon közelítettem, hanem jogtörténeti szempontból, hogy Mohács után el akarnak menekülni a Margit szigetről, akkor még Nyulak szigete, ugye, de nem engedi nekik a rendfőnök, hanem csak Buda eleste után. Tehát eleve itt töltenek a városban még majdnem 15 évet, rettegve szinte, hogy mi lesz velük, miközben a férfi rend tagjai azok már el tudnak menni, és beolvad a magyar rendtartomány, az feloszlik, beolvad Teutónia, német rendtartományban, és mai napig a része. Na és engem az érdekelt, hogy ezek az apácák, akik még évtizedekig, tehát Buda után is, Buda elfoglalása után is próbálják a birtokaik bevételeit megszerezni, meg igazgatni a birtokaikat, hogyan csinálják ezt, amikor az egyházjog, a kánonjog ezt nem teszi lehetővé. Egészen addig a férfi szerzetesek képviselik őket, a rendfőnök nő még esküt se tehet, tehát bíróság előtt csak rácson a cellája rácsán keresztül, tehát hogy praktikusan nagyon nehéz ezt megoldani, és ők választanak egy szerintem nagyon érdekes megoldást, nevezetesen, hogy diplomáciai megoldás? Jogi megoldás, igen, de aztán diplomácia is lesz belőle. Először is kijelölik a jobbágyokat, az írni-olvasni tudó úgynevezett literátus jobbágyokat, hogy képviseljék őket a bíróságokon, ami kánonjogilag megint nincsen rendben, de hát nem tudnak jobbat kitalálni. Majd utána elkezdenek évtizedekkel később levelezgetni ilyen magas politikai körökkel, Olá Miklós kancellár, Károly Miks, mindenkivel, akivel lehet, hogy a birtokaik legyenek rendben. Most azt muszáj még megjegyezni, hogy ők nagyon rossz helyzetbe kerülnek, mert el kell menekülni. Madas Editnek a felfedezési kutatócsoportunk volt vezetőjének az, hogy az érsekújvári kódex az a menekülő apácáknak a mozgókönyvtára. Tehát nagyon tudatosak voltak abban is, hogy az olvasmányaikat menekítették magukkal, az összes jogi dokumentumukat, tehát kevés olyan anyag van a középkori magyar történelemben, ami egybe megmaradt, és ezek az apácák vitték magukkal mindenhova azokat az iratokat, amik az ő birtokjogaikat biztosították. Na, ez a lényeg, hogy kicserezték a rendszert, jobbágyokra bízták a képviseletüket, és még majdnem 100 évig szinte menekültekként mondhatjuk, leveleztek és kapcsolatban maradtak a birtokaikkal, amikkel tudtak. Rengeteget elveszítettek közülük, több mint 90%-a elveszett a birtokaiknak. Szóval engem ez érdekelt, hogy ők az utolsó működő domonkos testület, és ezt maguknak köszönhetik gyakorlatilag, hogy tudtak tovább. Nagyszerűen az összes kérdésemre megválaszoltad a választ. Az érdekel, hogy mondjuk ott vannak lítve ezek a, nem tudom, rendetközi világ minden tájáról. Mennyire érdekli őket az a téma? Ez egy nagyon jó kérdés. A domonkos rend, vagy a ferences. Erről mi is beszélgetünk, hogy lehet belőni azt az arányt, hogy még nem mondjak el minden birtokot, meg 25 jobbágy nevét, de mégis érzékeltessem, hogy ezek a birtokok hol helyezkedtek el, mennyi terület veszett el az országból. Tehát, hogy mi az az információ mennyiség, vagy mélység, amit még egy nem ide kötődő kutató nem csak hogy be tud fogadni, de érdeklődve tud hallgatni. Tehát én ott például azt a megoldást választottam, hogy tényleg erre a krízis dologra fűztem föl, hogy mennyi birtok veszett el, hogy ez mennyire unikális, vagy különleges jogi megoldás. Tehát kicsit felszínes volt olyan értelemben, hogy
próbáltam úgy adagolni. De úgy láttam, hogy érdekelte őket egyébként. De ez fontos, hogy az ember megtartsa ezt a jó arányt, ezt a jó keverési arányt. Itt például nemzetközi publikáció, az játszik egyáltalán, hogy meg tudod valahol ezt jelentetni? Ezt a hát igen, ezt magyarul már megírtam. Én úgy szeretném majd, hogy van még egy dolog, ami most folyamatban van, ami megjelenjen, és a kettőt össze szeretném majd a két kis anyagot összedolgozni, és aztán szeretném, hogyha megjelenne valami domonkos folyóiratban. Vannak ilyenek. Rómában is vannak, de ezt is úgy kell megírni akkor, hogy ne vesszen el az ember a részletekben. Kicsit felszínesen, kicsit nem szeretném. Hát igen, ez rossz szót választottam, tehát úgy felszínesen, hogy tényleg nem a... Tehát most mondok egy példát magyarul, amikor ezt megírtam, akkor mind a 105 képviselőt oklevelek jelzeteivel együtt, medékletként a cikkbe közöltem. Most nyilván, hogyha ezt megírja az ember idegen nyelven, akkor senki nem lesz kíváncsi rá, hogy melyik jobbágy. Gyott, hogy hívták, aki ment a káptalomba. Szóval nem tudom, hogy a felszínes az jó szó volt. De rossz szó volt. De én találtam, de igen, nem jó. Kiváltad magad, és köszönjük szépen. Tonkó Zoltán, tehát Szeged, és a külsős, ugye, külsős szerződő kutatócsoport résztvevője. Itt a historiográfiai módszer. De olvastam egy ilyen korábbi anyagban, hogy itt a történetírás, aztán a történetírásnak a története is így keverődik ebbe a fogalomba. Ezt kérlek tegyük helyre, hogy nem mondom ki újra, de kérlek. Maradjunk akkor a történetírásnál. Hát a korai történetírásnak a lényege az egy kicsit eltér mondjuk más koroktól olyan értelem, hogy például a korai korra sokkal nagyobb mennyiségű forrásunk van, mint akár például a középkorra, akár az ókorra nézve. Tehát ha én azt szeretném tudni, hogy egy adott korban mi történt az ókorban, akkor ha nincs egy narratív forrásunk, akkor a többi forrás alapján nagyon nehéz összerakni, hogy mi történt így. Nagyjából egy vázat tudunk alkotni, de abból egy teljesebb képet nagyon-nagyon nehezen. Nem véletlen, hogy a legjobban ismert korok azok, amelyekből fennmaradtak olyan anyagok, ahol van egy narratív, egy elbeszélő forrás, ami elmondja, hogy mi történt. A korai kor szempontjából nincsen igazából szükség általában a történetírásra olyan értelemben, hogy rekonstruáljuk az eseményeknek a menetét. Tehát azokban a művekben, amelyekkel én foglalkozok, nagy valószínűséggel kevés olyan adat van, ami más forrásból nem rekonstruálható, nem mondható el, hogy ez is ez történt. Tehát ilyen értelemben eseménytörténeti szempontból nem lesz semmi világmegváltó. Ezeknek a forrásoknak az értéke teljesen más. Az, hogy egy adott kornak, vagy egy adott kornak az értelmiségi rétegének, vagy a vezető rétegének a gondolkodását tudjuk megérteni, azt, hogy hogyan látták az eseményeket, vagy legalábbis hogyan láttatták az eseményeket, hogyan mutatták be ezeket, és ebből tudunk következtetéseket levonni. Itt az én témám, amivel próbáltam ehhez a konferenciához csatlakozni, az 1566-os Szulajmán-féle hadjáratnak a recepciója volt gyakorlatilag, vagy a megjelenése a magyarországi történetírásban. És azt szerintem tagadhatatlan, hogy a 16. század az a magyar királyságnak a történetében egy válságnak az időszaka. És nagyon fontos, hogy egy adott történeti korszakban egy válsággal egy válságot hogyan tudunk feldolgozni. És ez nagyon jól megjelenik a történetírásban. Ezt az előadásom során is próbáltam hangsúlyozni, hogy rengeteg forrásunk van Szulajmánnak az utolsó hadjáratára, ugye ez az, ahol utána elesik Szigetvárnál, és mármint, hogy Szulajmán maga meghal Szigetvárnál, és elesik Szigetvár és Gyula is. Itt igazából az egésznek az érdekesség az, hogy rengeteg olyan forrásunk van, ami beszámol erről a hadjáratról, de viszonylag egyértelműen el tudjuk mondani, hogy a külföldieket, az olaszokat, a spanyolokat, a máshonnan jövő humanistákat, értelmiségieket, az a fajta sárdobálás, ami a magyar királyságnak és Erdélynek a területén megfigyelhető, nem érdekelt. Ez nagyon-nagyon jól megjelenik annál a három szerzőnél, akire én fókuszáltam, és nagyon sok esetben nem is magával a hadjárattal foglalkoznak. Mind a három szerző nagyon fontos forgács, olyan szempontból érdekes, hogy ő a 66-os hadjáratot megelőzően a Habsburgoknak a híve volt. Tehát az egész 66-os fiaskó előtt ő a Habsburgoknak a támogatója volt,
Pádovában végzett, nagyon gyorsan udvari karriert futott be Bécsben, nagyon hamar nagyváradi püspökké kinevezték, nagyon fiatalon, 21 évesen, ha jól emlékszem. Ez akkor már nem sokat jelentett, mert Nagyváradot éppen elveszítették a Habsburgok, tehát a püspöki székét nem tudta soha átvenni Forgács, de különböző egyéb pozíciókat kapott, jövedelmei voltak. Egy fontos bizalmi ember volt első Ferdinándnak az élete vége folyamán, és egy hatalmas törés áll be az ő karrierje meg az élete szempontjából 66-ban. De az nagyon fontos, hogy 66 után lemond minden pozíciójáról Forgács, visszavonul, és először távozik Itáliába, azt mondja, hogy ő egyetemen szeretne még tanulni, de nagyon rövid idő után átáll az erdélyiekhez, és hát később Báthori István uralkodása alatt, akinek távoli rokona volt, azt hiszem, erdélyi kancellárságig viszi, és pár év után egyébként visszamegy Pádovába, pont akkor ér vissza, amikor kezdődik a Pest, tehát ő pont akkor ér oda Pádovába, amikor a Pest is Pádovába ér, és meghal Pádovában. A Pest is utolsó áldozatainak az egyike egyébként. Az érdekessége az az, hogy ő még 66 decemberében úgy tűnik elkezd egy történeti művön dolgozni, és ezt írja gyakorlatilag egészen élete végéig. Nem került kiadásra a mű az élete folyamán, de több mint 40 kéziratban, sőt azt hiszem, hogy inkább 50-hez közelít az a szám, mint a 40-hez, fennmaradt. És ezek közül nagyon fontos a pécsi kéziratnak nevezett példány, amit egy kolozsvári konferencián igyekeztem bizonyítani, hogy ez ugyanaz a példány, mint amit Pádovából a halála után visszaszereztek. És ez azért nagyon fontos, mert ez egy munkapéldány. Tehát ez a szövegnek egy olyan változatát mutatja, amit már részben letisztázott, ez nem az első változat, nem a második változat, hanem egy sokadik változat, de ami még nem a véglegesnek szánt változat, tehát beleír, átjavítja, dolgozik a szöveggel. És nagy érdekessége ennek a műnek az az, hogy ez a mű, amit még a Habsburgok szolgálatában kezd el írni, hogyan válik teljes mértékben Habsburg ellenessé. Hmm. Tehát olyan szinten, hogy amikor azt írja, hogy mi, a mieink, a mi embereink, egy adott ponton az életének Értek. Egy adott pontján elkezdi áthúzogatni a szövegben, és odaírja, hogy ők, az övéik, a császáriak, stb. Tehát még ezen a szinten is mindenféle Habsburg pártiságot kitöröl a saját életéből. Ez jellemző amúgy, hogy ez unikális, hogy volt egy ilyen Forgács Ferenc, aki így átértékelte teljesen a élete folyamán. Hát ezt azért nehéz megmondani, mert ha van forrás, akkor meg lehet mondani, ebben az esetben van rá forrás szövegünk. Ha nincs forrás szövegünk, akkor nehéz megmondani. Ez egy nagyon értékes kézirat szerintem. Nem tudom, ezen a középkorász konferencián a mesterséges intelligencia volt a téma, de én munka voltam egy konferencián, és azt mondták, hogy úgy vizsgáztatnak egyes egyetemen, hogy föltöltenek egy PDF-et a témakörből, a AI megcsinálja az összes kérdést, a tesztet, elküldi e-mailbe a hallgatóknak, le is osztályozza, és a tanár egy PDF feltöltés után megkapja, hogy ki milyen jegyet kapott az egészre. Persze nem ilyesmi, de valamit használtok-e már ebből az egész új mesterséges intelligenciás őrületből a munkátok során? Hát amit mindenki ismer, szerintem a hallgatók közül is, hogy nyilván OCR-ezett fájlokkal dolgozunk, tehát nagy PDF-eket könnyebb úgy kezelni, hogyha az ember nem lapozgat, amik már OCR-ezve vannak, ezt is AI-val, tehát mesterséges intelligenciával. Te be lehet olvastatni. Igen, be lehet olvastatni. Kéziratok esetében nekem volna olyan tapasztalatom, hogy németre, tehát régi német írásra tanítottunk programot, ugye nyári egyetem keretében pár évvel ezelőtt, külföldön, Németországban, de időt lehet akkor vele spórolni, hogyha egy kéz van. Tehát, hogyha mondjuk okleveles anyag van, X hivatal leveleit mondjuk tudjuk, hogy 8 évig ugyanaz a szerencsétlen hivatalnok írta, akkor annak az írására meg lehet tanítani a programot könnyen. Vagy kódexek esetében vannak jól meghatározható könyvírás típusok, arra is viszonylag, nem mondom, hogy könnyű, de meg lehet tanítani a programot. Viszont olyan sok hibával dolgoznak még ezek az átíró programok, hogy muszáj ellenőrizni, és nekem az a tapasztalatom, hogy inkább az ember nézze meg, és akkor, ha ő rontja el, akkor, hogy mondjam, az az ő felelőssége, de az ellenőrzéshez mindenképp szükség van még a tudósokra, vagy a kutatókra. De időt lehet, tehát tény, hogy
ha már nagyon sokat fogják tanítani, akkor bizonyos forrástípusok nem elemzésére és nem értelmezésére, de átírására egy idő után alkalmas lesz hibákkal. Egyébként az is mesterséges intelligencia, amit használunk, a Mirador nézegető program. Hát most már nagyon sok olyan adatbázis elérhető, a Fanni is mondta a fragmentáriumot, de van az ECO-DICSZ, tehát amikor digitalizált kéziratokat tudsz nézni nagyon jó felbontásban, persze ez nekünk nem elég, de magát a képfájt azt látod, és a Mirador az annyi, hogy össze tudsz vetni több ilyen kódexet, ami nagyon hasznos, mert hogyha találsz, mondjuk vannak ilyen eredmények a csoportban is, hogy a Kisdi Klárának például az egyik nagy eredménye, hogy ez a puzzle rövidítésű töredékcsoportot ezt azonosította, ami a Lambachi apátnak az itt az OSK-ban lévő kódexeinek egy csoportja, ha jól tudom, és aztán pedig az internet és a mesterséges intelligenciához kötődő különböző programok segítségével talált még a Yale Egyetemen rokon töredéket Torontóban, és ugyanezt a Fanni is, tehát a Bécsit, azt így lehet, hogy összenézed, meg megkeresed, de az ilyen Mirador, meg hasonló programok segítségével talán könnyebb, mint régen, ugye, akkor telefonálni kellett, meg utazni. Most is kell, csak most előtte megelőzöd, egy picit előkészíted ezeket a kutatásokat így ezzel. Nekem a Transcribus nevű programmal van némi tapasztalatom. Valószínűleg nem mindenki tudja, hogy miről van szó. Szóval ez egy olyan program, amiben, hogyha régi könyveknek a szövegeit, vagy kéziratoknak a szövegeit beadjuk, akkor azt átírja nekünk, és akkor egy ilyen exportálható anyagot kapunk. És ennek a kiexportálható anyagnak a minősége folyamatosan fejlődik, de nem lehet azt csinálni, hogy beadom a kéziratot a Transcribusba, és akkor utána az már mehet a nyomdába, mert minden esetben ellenőrizni kell. Tehát mindig van egy bizonyos tévesztési arány ezeknél az anyagoknál. Tanítani kell még a mesterséges intelligenciát. Köszönöm szépen a Hunren OSK Fragmenta et Codices kutatócsoport három munkatársának, Orsos Juliannának, Hende Fanninak és Tonkó Zoltánnak a beszélgetést. Folytatjuk majd a középkorászokkal a sorozatunkat, reméljük Sarba Gábor is meglátogat minket. Solymosi Ákos segítette a munkánkat, én Tóth Péter voltam, a könyvtár veves tartalompakolója. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.